Máté szaka egyik leginkább várt fejlesztése volt a mozi felújítása. A korszerűsítés ugyan már elkészült, a járványhelyzet nem engedte eddig, hogy valóban üzemeljen. Augusztus végétől hétköznapokon négy film lesz majd látható, hétvégén pedig a gyermekeknek is kedveskedve már délelőtt kezdődnek a vetítések. Az épületnek ezen a részén alakítják ki a pénztát és a büfét, így igazi 21. századi körülmények fogadják majd a látogatókat. Csodák csodájára fognak járni majd a, a málti és a környezetben e, itt élők, e, hiszen azokat a filmeket, amit amit eddig eddig Nyíregyházán vagy máshol tudtak e, megnézni premier filmeket, azokat lehozzuk ide, ide is a közönség részére, az itt, e, itt élők részére. A megújult filmszínházat arról a Cukor Adolfról nevezték el, aki gyermekéveit Máté Szalkán töltötte, majd 1912-ben Hollywoodban megalapította a máig világhírű Paramount Pictures filmvállalatot. A városból elszármazott filmes üzletember emlékét egy kiállítás is őrzi az új moziban. Meghagyjuk azokat a dolgokat benne, amit annak idén a Máté és a környékbeliek megszerettek, és természetesen 21. századi mozis körülményeket biztosítunk az ide látogatóknak. Az önkormányzat, hát nyilván ez az épület már korábban elkészült, tehát a pandémia megakadályozta ugye minden ez irányú nyitási tervünket, és éppen ezért nagyon örülünk annak, hogy a, a képviselőtestület által a Mátészalkai Városgazda Kft-nek üzemeltetésre adott épület a napokban egy olyan szakmai üzemeltetőt talált, aki nagyon-nagyon korszerű 21. századi filmvetítés élményéhez juttatja majd az ide látogatókat. Kovács Sándor a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, a pandémiás helyzet után Máté Szalkán is megmutatkozott a kultúra iránti igény. Mint mondta, a néhány héttel ezelőtt megnyílt Tony Körtis kiállítás iránt is hatalmas volt az érdeklődés. A politikus hozzátette, a mozi igazi közösségi tér, a helyiek számára pedig fontos, hogy ehhez a jövőben már nem kell a megyeszékhelyig utazni. Az a kultúra, amit Máté Szalkán, akár Toni Körtis, akár pedig Cukor elnevezték ezt a mozit, képviselt a film filmszínházat. Azt gondolom, hogy ez egy külön élmény, és érdeklődve várom, hogy mikor megnyitják, akkor mi lesz az első film, erre be tudok-e jutni, tudok-e egyszerezni, és szívesen jövök, mert azt gondolom, hogy ez az élmény, amit felsoroltam, ez hozzátartozik az életünkhöz, és közösségi térként egy kulturális színe lesz a városnak. A Cukor Adolf filmszínház augusztus végén a fényes napok keretén belül nyílik.